Ez a Józsa András Múzeum 2021-es évkönyve. A kiadvány a pandémia alatt készült, különlegességet többek között, hogy 63 éve töretlenül megjelenik, ami országos szinten is kivételes. A most kiadott könyv a régészeti, történelmi, néprajzi publikációk mellett idén új fejezetekkel is bővült. Ezek múzeumpedagógiai témában írt cikkeket, valamint ismert és elismert nyíregyháziak életútját mutatják be. A kiadvány a múzeumban és a társintézményekben folyó tudományos tevékenységről is képet ad. Minden évkönyvünknek a végén a munkatársaim publikációit is megszoktuk jelentetni. Hát én magam lepődtem meg a legjobban, hogy három év termése munkatársaim tekintetében több mint 200 publikációt jelentett. Tehát magyarul aki a Józsandrás András múzeumra, vagy a Kálai gyűjteményre, vagy a Sóstói múzeumfalura gondol, az nem mindig csak a kiállításokban merül ki, hanem komoly tudományos munka is folyik a mind három múzeumnak a, a falai között. Az évkönyv mellett bemutatták azt az egyedi, száz éves patika bútorzatot, melyet a közelmúltban vásárolt a Józsa András Múzeum. Különlegessége, hogy nemrég még használatban volt egy nyíregyházi gyógyszertárban, melynek jelenleg is zajló felújítása miatt új helyet kerestek a ritkaságnak. Amikor az előző tulajdonos gyógyszerész úr Szűcs József átadta nekem a stafétabotot, akkor közösen terveztük meg a gyógyszertárnak az elkövetkezendő felújítását, ami jelenleg is zajlik. És amikor elkezdtünk erről beszélni, akkor teljes volt az egyetértés közöttünk abban, hogy ennek a gyönyörű, szép, több mint száz éves bútorzatnak megfelelő helyre kell kerülnie, lehetőleg Nyíregyházán belül, hiszen ez Nyíregyházának egy nagyon fontos helytörténeti emléke. A tájékoztatón elhangzott, a múzeum és a gyógyszertár együttműködésének köszönhetően a patika történetével kapcsolatos kutatás is elindult. A megújult gyógyszertárban pedig kisebb kiállítást is berendeznek majd az előkerült dokumentumokból, gyógyszertári üvegekből. A megyeszékhely legszebb állapotban megőrzött patika bútorzatával a Józsa András Múzeumnak komoly tervei vannak közeljövőben felújítandó múzeumi kiállításokban szeretnénk bemutatni, és ezzel kapcsolatban természetesen Nyíregyházának a történetében az orvoslás és gyógyszerészet történetét is szeretnénk bemutatni. És ez nagyon jó adalék lesz a kiállításban hozzá. Nyíregyháza hetedik gyógyszertára volt a Gergelyfi gyógyszertár, melyet Gergelyfi György a város elismert gyógyszerésze alapított. A patika 1927-től működik mai helyén, Krúdi Gyula szülőháza mellett.